Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A Mi Hazánk mozgalom alaposan áttekintette a közbeszerzésekről szóló törvénymódosítást. Az előttünk álló törvényjavaslat egyrészt a közbeszerzési törvény hozzáigazítását tartalmazza az uniós joganyaghoz, másrészt a módosítások a közbeszerzési eljárások racionalizálását és gyorsítását célozzák meg, amivel alapjaiban egyetértünk. A jelenlegi inflációs környezetben támogatjuk azt a módosítást, hogy a gyorsan változó árak miatt keretmegállapodások és dinamikus beszerzési rendszerek esetén hamarabb lehessen szerződést kötni. Támogatni tudjuk az új eredménytelenségi ok bevezetését is, melynek értelmében az ajánlatkérő túlzottan magas áru vagy manipulatív módon árazott ajánlat esetén visszautasíthatja a szerződéskötést. Külön üdvözöljük a közbeszerzési törvény azon módosítását, ami a közbeszerzési eljárások hatékonyabb ellenőrzését teszi lehetővé azzal, hogy a közbeszerzési döntőbizottság eljárásának kezdeményezésénél megszünteti a szubjektív határidőket. Az ellenőrzési jogosultsággal rendelkező közigazgatási szervek számára jelenleg nagy megterhelést okoz a 60, illetve 90 napos határidő betartása, amit a jogsértés tudomásra jutásától kell számítani. De mi számít a tudomásra jutás időpontjának? A közbeszerzési eljárás jogszabálysértő mellőzését például egy szerződéslista és a közbeszerzési adatbázis alapján meg lehet állapítani, így a határidő a szerződéslista beérkezésekor, és nem akkor kezd ketyegni, amikor a vizsgált szerv megküldi nyilatkozatát a közbeszerzési elmulasztásról. A Mi Hazánk mozgalom a közbeszerzések terén elsősorban a gyakorlati megvalósításban és a kiskapuk kihasználásában látja a problémát. A túlárazások, a nyilvánosság kizárásával lefolytatott és az egyajánlattevős eljárások magas aránya ugyanis mind-mind a közpénzek hatékony és átlátható felhasználásának elvét sértik. A közbeszerzések tisztaságára a legnagyobb veszélyt a korrupció és a kartelezés jelentik. A korrupció ugye az ajánlatkérők és az ajánlattevők, a kartel pedig az ajánlattevők közti összehangolt magatartást jelenti, a közös bennük, hogy a résztvevők számára többlet profitot eredményeznek. A közbeszerzési kartelek a verseny tisztaságát és a közpénzek hatékony felhasználását egyaránt sértik, ezért ezekkel szemben a legszigorúbb fellépést követeljük. A közbeszerzési törvény alapján a közbeszerzési eljárásból ki kell zárni azokat a vállalkozásokat, akik 3 évnél nem régebben versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, vagyis karteleztek. Velük szemben a gazdasági versenyhivatal a jogsértést véglegesíti, és végrehajtható határozatába megállapítja, bírságot szab ki. A GVH-nak a kizáró okot megalapozó határozatokra vonatkozó információkat az elektronikus közbeszerzési rendszerbe, vagyis az EKR-be közzé kell tennie. A jelen törvényjavaslat módosítása arra irányul, hogy a GVH-nak a jövőben az uniós források felhasználásával kapcsolatos ügyekben a jogsértésekről értesítenie kell a miniszterelnökséget és a támogatást nyújtó szervet is, amit természetesen támogatni tudunk. Nem értünk egyet viszont azzal a jelenséggel, hogy a kartelezésért megbírságolt cégek néhány látszatintézkedés végrehajtása után mentesülnek a kizárás alól, és továbbra is indulhatnak közbeszerzéseken. De miről is van szó? Uniós mintára korábban bevezetésre került az öntisztázás intézménye, amelynek értelmében a kartelezésért megbírságolt cégek kérelmet nyújthatnak be a közbeszerzési hatósághoz, hogy tisztázzák magukat a jogsértés alól. Ha sikerrel igazolták megbízhatóságukat, a hatóság erről igazolást állít ki, és nem zárhatóak ki a közbeszerzési eljárásokból. Itt viszont van egy rendkívüli nagy ellentmondás. A legnagyobb ellentmondás pedig az, hogy a jogintézményt a piaci verseny biztosítása érdekében vezették be. Tehát ott tartunk, hogy a verseny tisztaságát megsértő cégekkel akarják biztosítani a piaci versenyt. Ezért az érdekes. Az EKR-ben feltöltött lista alapján eddig 51 cégről állított ki megbízhatósági igazolást a közbeszerzési hatóság. Köztük olyan nevek szerepelnek, melyek rendszeres szereplői mind a GVH, mind pedig a közbeszerzési eljárásoknak. Például a Strabag és a Tömb 2002 Kft., akik állami beruházások generál kivitelezői. Ilyen a Euromedic Pharma Zrt. És a Hungaro Pharma Zrt., akik állami kórházak gyógyszerbeszállítói.
A Jánosik és társai Kft., amely cég többek között a kórházak számára végez takarítást, de ide sorolhatom még a Dräger Medical Kft.-t és a Hodge Orvosi Műszer Kft.-t is, akik szintén kórházak számára szállítanak orvosi műszereket és eszközöket. A listán azonban rátaláltunk egy érdekes cégre, és ez szűkebb hazámat, Kiskunhalast is érinti, úgyhogy egy kicsit komolyabban áttekintettem. Ez a Sándor falva székhelyű Aqua Plus Kft., amely céget több másik társával együtt a GVH rendőrségi tendere kapcsán még 2016-ban bírságolta meg kartelezésért. A dolog pikantériája, hogy a GVH a bírság megállapításakor számítási hibát vétett. És most kapaszkodjanak meg, kedves képviselőtársaim! Azzal, hogy a nyertes pályázat értékének háromszorosában meghatározott releváns forgalom 10%-a helyett véletlenül a GVH a bírság megállapításakor 100%-ával számolt. Ezzel az Aqua Plus Kft. Számára a 8,6 millió forint bírság helyett tévesen 76,4 millió forint bírságot állapított meg, amit a cég zokszó nélkül kifizetett. Vagy azért, mert nem vették észre a hibát, és most kapnak szélütést, vagy pedig megérte nekik a plusz 67,8 millió forint kifizetése cserébe azért, hogy a közbeszerzéseken indulni tudjanak. Hát ez azért mutatja, hogy van pénz bőven a közbeszerzési tendereken. És érdekesség számomra, amiért megemlítettem Kiskunhalast, hogy a kiskunhalasi Csipke gyógyfürdő fejlesztése során közbeszerzési eljárás nyerteseként vett részt az Aqua Plus Kft. Ő végezte Kiskunhalas város önkormányzata számára a harmadik számú termál kút fúrását, kút kiképzését, amiért nettó 79,9 millió forint összegű megbízásban részesült. Tisztelt képviselőtársaim! A Mi Hazánk mozgalom a legnagyobb problémát a közbeszerzési eljárások túlárazásában látja, ami gyakorlatilag az eljárás indításakor már eldől. Az ajánlat kérő közigazgatási szervek ugyanis a közbeszerzési eljárás becsült értékét az ajánlattételi felhívásban jelentős pufferrel határozzák meg. Előfordul, hogy már a szerződéses ár ez alatt van. Az építési beruházásoknál gyakori, hogy a műszaki tervekhez és a költségvetéshez képest az alvállalkozói láncolat végén ténylegesen olcsóbb anyagokat építenek be. Például kőzetgyapott padlós hőszigetelés helyett üveggyapott hőszigetelés készül el, a belső párazáró fólia szigetelésre nem kerül rá új réteg, a pára áteresztő fóliát, alátét vagy a rádiószelep nem a költségvetésben kiírt, hanem más típusú. Az olcsó alapanyagok beépítésére csak úgy kerülhet sor, ha a tervező és a műszaki ellenőr megállapítja a tervben szereplő típussal a műszaki egyenértékűséget, ami eddig is látszatigazolás kiállítását jelentette. Éppen ezért nem értünk egyet a jelen törvényjavaslat azon módosításával, ami hatályon kívül helyezi a közbeszerzési törvényben a műszaki egyenértékűségű fogalmát, azzal indokolják, hogy a versenyszűkítő hatású indokolatlan terhet ró az ajánlatkérőkre, mert megköveteli konkrét mérhető műszaki paraméterek meghatározását. Ezzel gyakorlatilag nevetségessé teszik a műszaki tervezést, és szabad kezet adnak a kivitelező kezébe az alapanyagok beépítése során. Pártunkhoz beérkezett műszaki ellenőri vélemények alapján nem a beépített alapanyag az olcsó, hanem a betervezett a drága. Egyes kutatások szerint a piaci árakhoz képest a közbeszerzési eljárások 140-320%-kal túlárazottak. Örömmel látjuk, hogy az uniós pénzekért cserébe a kormány arra is hajlandó, hogy a NER közeli cégek túlárazását magától feltárja. Azt is örömmel vennénk, ha jövőben rendszeresen ellátnák ezt a tevékenységet. A szabálytalanság megállapításának jogszabályi alapját a közbeszerzési törvény nem valami speciális rendelkezése, hanem egyik alapelve jelentette, melynek értelmében az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony, felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. A konkrét eset szerint tavaly szeptemberben a közbeszerzésekért felelős miniszterelnökség túlárazás miatt megsemmisített egy Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetirodához köthető közbeszerzést. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a Nemzeti Kastélyprogram is a Nemzeti Várprogram 2022 évi marketing kommunikációs tevékenységére
uniós forrásból közbeszerzést írt ki, melynek keretében rendezvény szervezésre benyújtott árajánlatok a piaci ártól nagy mértékű eltérést mutattak, de kik is ezek a szabálysértő cégek? Közös ajánlattevőként nem meglepő módon felbukkan köztük a NER közeli Balási Gyula érdekeltségbe tartozó Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Is, melyek a nemzeti konzultációk reklámtevékenységét végzik. A kormányzati kommunikációs tendereket 2015 óta folyamatosan a két cég nyeri el, így az állami szervek velük kötelesek szerződni. Adózott eredményük az elmúlt 7 évben 34 milliárd forint volt. Csak a miniszterelnöki kabinetirodával megkötött szerződések összege eléri a 200 milliárd forintot. A Mi Hazánk mozgalom eddig sem volt nagy bizalommal a nemzeti konzultációk iránt, amikre 2010 óta a kormány csaknem 60 milliárd forintot költött. Az összeg átlagosan 70-80%-át reklámra fordították, ebből ezek után ki tudja, mennyi volt a valós költség. Az uniós pénzek mielőbbi megszerzése érdekében a kormány tavaly vállalta, hogy 15%-ra csökkenti az egyszereplős közbeszerzések arányát. Álláspontunk szerint ez nem lesz egyszerű, mert a miniszterelnökség elemzése szerint is tavaly áprilisig 30% volt az egyajánlatos tenderek aránya, amiben nem számolták bele a keretmegállapodásokat és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat sem. Az utóbbiak arányát szintén le kellene szorítani, ugyanis szintén a miniszterelnökség adatai szerint 2021-ben a közbeszerzések negyede nem volt nyilvános. Összességében a Mi Hazánk mozgalom azzal a feltétellel tudja támogatni a törvényjavaslatot, ha a kormány szigorú lépéseket tesz a közbeszerzési korrupció és a kartelezés megelőzése és feltárása érdekében. Ezt a végrehajtó maffia felgöngyölítéséhez hasonlóan folyamatosan nyomon követjük majd, és a visszaéléseket nyilvánosságra hozzuk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Miénk a jövő! Rád is számítunk! A fiatalok körében már a legnépszerűbb!